Takarítani kellett a havat az autókról már kedden délután. Akkor érte el Tolna megyét az ország északnyugati részéről érkező havazás. Néhány óra alatt 3-4 cm esett. Éjszakára szinte a megye teljes területén alábbhagyott a havazás, ami reggelre mindenhol teljesen meg is szűnt. Közepesen lehet járni itt a városban, hogy nagyjából le van tisztítva, de vanunk támpótlás csapadékból azért. Hiába voltak járhatóak az utak szerdán, vannak akik télen, amikor csak lehet, kerülik, hogy autóba üljenek. Nyári gumi van, úgyhogy én nem is autózom, csak letakarítom, mert műszakira megy az autó. A közútkezelő már két nappal a keddi havazás előtt közleményt adott ki, amiben azt írták, ha kell, éjszaka is folyamatosan dolgoznak, de egy hókotrójukra nagyjából 40-50 kilométernyi út jut, ezért az alsóbrendű utaknál előfordulhat, hogy lassabban tudnak haladni a síkosságmentesítéssel. Én Őcsényből járok be, 75 évesen nyugdíjak mellett dolgozni. És akkor azt mondja, hogy jók járnak is az utak. Meg a busz is könnyen jött, teljesen tiszta volt az út. Már kora reggel lapátolták a havat a járdákról Szekszárdon a város alkalmazottai. A Tolnai megyeszékhelyen, ugyanúgy, mint a legtöbb településen, sikerült eltakarítani a havat a gyalogosok által használt utakról. Viszonylag el vagyok ezekkel a nagy kerekekkel, nem vészes. Ugyanis előtte kint éltünk Norvégiában, és megszoktuk, hogy nagy kerékkel a hóban. De úgy látom, hogy a munkások csinálják a dolgokat, úgyhogy ez tök jó. A járdák síkosságmentesítését akkor, amikor havazik, még nem szokták megkezdeni. A friss hó ugyanis hatástalanná teszi a szóróanyagot. Az utakon és a közterületeken a közútkezelő és a helyi önkormányzatok felelnek a hó eltakarításáért. A legtöbb településen viszont helyi rendelet szabályozza azt, hogy a lakóingatlanok előtt a házakban élőknek kell eltakarítaniuk a havat. Bence Péter, Szekszárd.